Pontosan azért hallhattatok róla, mert ilyen jelentőségű a város. A magyar történelmet tanultátok, vagy akár a szimodalomban is találkoztattatok ennek a városnak a nevébe. Ugye a 48-49-es szabadságharcot tanultátok? Igen. Na hát, 1849-ben augusztusában ide költözött a magyar kormány, és hát itt adta át Kossuth a hatalmat Görvénynek, miután ő már kilátástalannak látta a további harcok folytatását. És hát sajnos nem messze innen történt világos fegyvervetétel is, nagyjából 20-25 kilométerre innen van a világos települése, ahol megtörtént ez a fegyvervetétel. És nagyon megőrizték az emlékét ennek a szomorú eseménynek, és amikor lehetett a kiegyezés után, gyűjtést szerveztek a városiak adományából, és egy szabadságszobrot állítottak az aradi vértanúk emlékére. Itt lehet látni ezt. Én állok, hogy valami találkozom. Láthatom? Üdösen állok. Üdösen állok. Ennyi jó.